Idén is megtartotta karácsonyváró koncertjét az Alba Régia sportcsarnokban a 100 tagú cigányzenekar. A zenekart ezúttal is teltház fogadta advent harmadik szombatján. Az együttes szólistája elárulta, miben látja a zenekar népszerűségének, sikerének a titkát. Magába egy siker, amikor 100 ember lép föl, meg egy akkora talentummal rendelkező zenekar, egyedülálló a világon, akkor 100 cigány zenész fölmegy a színpadra, maga a hangzás, a látvány, hát meg világhírű zenészek vannak benne. Az est folyamán felcsendültek olyan népszerű dallamok, mint a Diótörőből ismert Virágkeringő, valamint Liszt, Brahms és Monti művei is szerepeltek a repertoárban. Beke Farkas Nándor szerint fontos, hogy egy-egy fellépésük alkalmával kiszakítsák a közönséget a mindennapokból. A várakozás, a csendes várakozás, a szellemmel átitatott olyan érzés, ami olyan helyzetet teremt elő, ami igazából csak ebben az időszakban van, de általában nekünk az az arcpolitikánk, hogy ha bejön a közönség, akkor felejtse el a hétköznapoknak a búját, baját. Az együttessel legközelebb december 16-án Miskolcon, valamint december 17-én Szolnokon találkozhatnak a rajongók.